walking down the street the other day, minding my own business. And this really, 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 really beautiful woman walked up on me and asked me for some directions. And from then on, it's been like this. You got me running like a runaway train. Your love so strong, it's going straight to my brain. I got to have you every chance I get. You got me going, baby, I can't quit. You know I wanna take you home, yeah, yeah. I won't do you no harm, girl, no. I want you to be all mine, yeah, yeah. Foxy lady. I know you are a sweet little lovemaker. Ooh, yeah, yeah. Sometimes you can be a heartbreaker, but that's all right, foxy lady. I see you hanging out on the scene, looking so good and looking so damn clean. You got me eating out of the palm of your hand. Can I please be your man? Foxy lady, I won't do you no harm, girl, no. I just wanna get you down on my farm. You got to be on my, on my. Woo, foxy lady. Jó reggelt kívánok, ez a Heti TV Pirkada című műsora, és itt megint egy kis jazzről lesz szó. Vendégem Halper László, jazzgitáros, előadó művész, gitáros, publicista, műsorvezető is, ami még kell. És ez egy nagyon nagy dolog, hogy ennyi mindent csinálsz, és a magyar jazzért, a jazzért teszel. Köszöntelek itt a stúdióban. Köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Szervusz. De most egy különleges koncertre készülsz, ha jól tudom, és egy különleges vendége lesz. Nem is egy, hanem kettő. Légy szíves, beszélj erről, a saját zenekarod, a Jimi Hendrix Experiment című zenekarral lesz jazzesítve, Jimi Hendrix jazzesítve, így apostrofálod. Beszélj, légy szíves, egyrészt erről a zenekarról, kik játszanak benne, stb. Stb. És hogy mi lesz ez a koncert? Igen, ez a Halper Hendrix Experiment egész pontosan a nevünk. Ugye az Experiment az kísérletet jelent. Jimi Hendrix eredeti zenekarának Experience volt a neve, ami élményt jelent. És ennek, ugye két szó egy picit hasonló, de a miénkre nagyon igaz, hogy kísérlet, hiszen ahogy említetted, hogy jazzes verzióban játszunk Jimi Hendrix dalait. Ennek már több verziója is van is, és remélem lesz is ennek a vonulatnak az életemben, akkor Jimi Hendrixeket játszott jazzesen. Hagyj mondjam el az alapzenekart, Hajas László dobolt benne, aki jazz tanszakon is osztálytársam volt, nagyon régi barátság, ugyanígy a basszusgitárossal is, barátommal is, Kotty Zsolttal nagyon régi barátok vagyunk, és hát nagyszerű fúvósaink vannak, Kolmam Gábor szaxofonozik és Bér Zsolt trombitál a zenekarban, és ami, hogy említetted, valóban egy különlegesség, hogy az amerikai énekes perkussionös barátom Rick Tolden lesz az egyik vendég, vele azért időről időre azért hál' Isten tudunk játszani, de lesz egy olyan, igen. Bocsánat, őről mit kell tudni? Egy picit beszélj róla, légy szíves. Hogy közben vágtam. Igen, mi úgy ismerkedtünk meg, hogy Bécsben él egy fantasztikus basszusgitáros Angus Thomas, aki Miles Davis-től Buddy Miles-ig, nagyon John Mayer-et, millió ilyen világsztárral játszott, és az ő zenekarában játszottunk együtt. És még egy nagyon érdekes dolog van vele kapcsolatban, hogy miután ő Seattle-ben született úgy, mint Jimi Hendrix, és a bátyja egy ilyen fiatalokból álló zenekarban együtt játszotta, még nem világsztár Jimi Hendrix-el, ő személyesen ismerte Jimi Hendrix-et. Tehát ő egy olyan ember a zenekarunkban, aki beszélgetett életében Jimi Hendrix-el, és ott volt a közelében. Ugye nekünk Jimi Hendrix idő és a távolság és nem miért inkább egy ilyen legenda. Tehát tudjuk, hogy létezett, tudjuk, hogy mit csinál, de mégis ha róla beszélünk, hogy nekünk egy mitosz. Neki pedig gyerekkorából egy emlék, hogy erre vagy arra, igen, mit mondott, igen. Jimi Hendrix, úgyhogy nagyon-nagyon érdekes ez. És ezáltal az ő egész előadásmódja, tehát hogy ugyanonnan származik, ugye a koreaiak azt mondják, hogy ha valamit az ember nagyon meg akar ismerni egy kultúrát, hogy azt a vizet kell inni.
amit, na most ő azt a vizet itta, mert ő ugyanott nőtt föl, azokon az utcákon járkált. Szóval, hogy ő egy nagyon eredeti szín volt ebben az egész történetben, hogy mi hozzuk tulajdonképpen ezt a másfajta hangszerelést, ezt, amit ugye említettünk, igen, hogy jazzesen, és ő hozza azt, ami ebből a dologból az eredeti, hogy ő pontosan azt az akcentus beszéli, pontosan úgy nyilvánul meg a színpadon, ahogy egy srác Seattle-ből, és ez egy nagy dolog. És a másik nagyszerű vendéged, milyen vizet ivott? Bele is, hál' Isten, ugyanazt a vizet ittuk, Olá Kálmán, a Magyarország ugye egyik vezető jazzmuzsikus, az angolistáj, és nekem ez azért is egy különösen nagy öröm, mert ugye 1000 éve ismerjük egymást, de én még sose játszhattam vele. Úgyhogy amikor ez fölmerült, hogy ő legyen a vendég, én borzasztóan boldog voltam. Mikor van ez? Szeptember 9-én? Így van, jövő szombat. És ez a hát tulajdonképpen egy elég jó fesztivál, egy nagyszerű fesztivál. Hogy négy napos fesztivál. Négy napos, az érdi fesztivál, ami már hosszú évek óta. Ez a 9-dik. Ez a 9-dik. Akkor azt mondhatjuk, hogy hosszú évek. Bizony. És azt hiszem, az Ilkréka nevéhez fűződik. Tulajdonképpen muszáj megemlíteni. Pontosan. Itt most nem mondjuk el természetesen az összes fellépőket, mert rólad lesz szó is a te zenekarodról, de szeretném egy picit beszélni arról, hogy most mi újság vele. Tudom, hogy publikálsz, jön-e új könyv, műsort vezetsz a klubrádióban, csinálsz ilyen, nem is podcastokat, de ilyen videó megjelenéseket, a zenészekkel beszélsz, tehát sokat teszel, és hát muzsikálsz elsősorban, jazzgitáros vagy. Mi újság most? Mi újság? Mire készülsz? Ezen kívül, mert ezt tudom, hogy egy nagy falat lesz, amit igen, majd igen, könnyedén átugortok természetesen, és hát kívánom, hogy nagyon jól sikerüljön, és jól is fog sikerülni, de mi mesélj egy kicsit magadról, légy szíves. Ugye van a másik formációm, a Halper Quintet, amivel a saját számaimat játszom. Már új programot játszunk, nagyon szeretnék az egy lemezt kiadni, hogy meglátjuk, hogy sikerül megteremteni az anyagi hátteret. Ősszel meg fog jelenni egy olyan lemezem, ami tulajdonképpen egy önálló produkció, tehát ez Halper László néven fog megjelenni, Old School Funk Returns címmel, ez majd felkerül az internetes felületekre, és hát rendszeresen játszom, hál' Isten, mindegyik zenekarommal, úgyhogy könyvre most nem készülök, egy olyan könyvet elkezdtem, nem tudom, hogy lesz-e belőle könyvéként írni, mert én úgy érzem, hogy az én gyerekkoromban, fiatalkoromban nagyon érdekes személyiségek között nőttem föl Lehel utcán egy gangos házban, ami akkor teljesen más jelentett, mint ma, hiszem, ha becsukja mindenki az ajtót, ha se lehet tudni, ki hol lakik. Ez melyik kerület volt? 13. kerület. És ugye akkor ez egy ilyen nagy család volt, annak minden bájával, a veszekedésektől kezdve minden. Hát a nagy veszekedések, hál' Isten, nem voltak, de hát nyilván egy házban volt egy konfliktus is. Tehát ezeket az emlékeimet szeretném megírni. Ugye a legutóbbi lemezemnek, a Halper Quintet lemeznek az volt egyszerűen Blues from Angel End, egy angyalföldi blues. És arra gondoltam, hogy egy pár darabot úgy kiadni, hogy egy ilyen melléklettel, hogy ezekkel az emlékekkel, ezen kicsit most dolgozom, hogy fog összeállni, ezt majd meglátjuk. Azt tudni kell a nézőinknek, hogy te egy nagyon szép sorozatot csináltál, magyar jazz muzsikusokkal való beszélgetés, zenész legendák volt. Úgy volt, hogy az első könyv... Abból mennyi van? Mennyi? Abból többen 4 jelent meg, ugye az elsőnek simán ez volt a cím, hogy zenész legendák, nem tudtam, hogy lesz bele több, akkor annak megjelent a nagyon bővített változata 13-ban, több mint dupla terjedelem, és utána egy olyan generációról szól, akik disszidáltak annak idején, és azért kitörlődtek a magyar zenetörténetből, sőt, ebben a könyvben csak roma muzsikusok, akik klasszikus zenét, jazzt játszottak, és cigányzenét, tehát ez egy generációról szól. A következő zenész legendák azok a zenészek, akik valamelyik rákfogóban, tehát a nagy rákfogótól a kis rákfogóig valamelyikbe játszottak, és a harmadik volt pedig a rockzenészek első generációjáról, a legnagyobb személyiségekről. Ezek interjú kötetek. Elmondható ugye, és ez nem titok, hogy anyai ágon te is Thomas származású vagy, és egy 300 éves dinasztia. Sőt, itt elmondhatjuk, hogy apai ágon zsidó, tehát gyakorlatilag... Nem csak, itt mindenhol elmondhatjuk. Mindenhol elmondhatjuk, ez sehol nem titok. Ez büszkeség szerintem. Ez így van, úgyhogy én bárhol elmondom. És azért pörgök a zenész legendákon ezeken a publikáció körül, mert tudom, hogy nagyon nagy hiány a magyar jazz életben az, hogy valaki műsort vezessen, vagy ne adj Isten publikáljon jól, hozzáértően. Ez nagyon fontos, és ez túl a gitározáson meg a zenekar, ez nagy tisztelet feléd, és azok az emberek felé, akik egyáltalán ilyennel próbálkoznak. Tehát ez körül csak azért próbáltam erről, és hát szerintem ezt a publikációt sem hagyd abba. Nem, semmiféle kortárs magazinban is publikálok jazzel, zenével kapcsolatos cikkeket. Igen, én azt gondolom, hogy azáltal, hogy ennek a szakmának része vagyok,
automatikusan talán jobban tudom azt, hogy egy zenész mit szeretne elmondani arról, amit alkot. És ezzel most nem akarok senkit kritizálni, ez egyszerűen csak a helyzetből adódik, hogy én is muzsikus vagyok, és én is tudom, hogy ha engem kérdeznének egy lemezemről, bármiről, akkor mit tartanék én fontosnak, és talán én ezt másik zenésznél is jól érzem, hogy mi az, amit ő szeretne azzal kapcsolatban. Hát persze, ez egy nagyon fontos dolog. Laci, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél. Nagyon sok-sok sikert kívánok neked a koncertre, meg ez a produkcióhoz, ez a különleges produkcióhoz. Remélem, majd hamarosan látunk máshol is valami különleges megoldással. Hajrá! Nagyon szépen köszönöm. Thank you.